A Kapolcsi Művészetek Völgye 25 éves, mi a Momentán társulattal 5 éve játszunk ott interaktív improvizációs színházi esteket. Idén már saját udvarunk is lesz. Kértetek tőlünk az elmúlt 5 évből egy Kapolcsról szóló történetet. Íme. Kapolcsról léptünk fel pár éve, és a társulat már beállt hangpróbába, a mikroport volt rajtunk, és én nagyon aggódtam a feleségemért, aki éppen parkolt a főutcában, és kirohantam megnézni, hogy itt van-e már. De közben a hangmérnök benhagyta a mikroportomat, és oda mentem a feleségemhez, hogy megláttam, hogy száki a kocsiból, föl volt tűrődve a szoknya, és minden, cicike, te bugyi nélkül vezetsz? Majd beszélgettük, visszamentem a színpadra, és láttam, hogy az egész Kapolcs fetreng valamiért. És kiderült, hogy hallottak mindent, mire pánikba jöttem, és mondtam, hogy nem, bocsánat, megnyugtatok mindenkit, bugyiba vezet a feleségem, mire még több nevetés volt, úgyhogy ez azóta egy ciki történet, pedig ártatlannak érzem magam. Készültünk a fellépésre, ott voltunk már talpig mikroportban, hangbeállás, amikor egyszer csak a Barnát hívta a feleség, hogy nem tud leparkolni. Ugye a Barna kiment, mi pedig ott vártunk, majd egyszer csak ezt halljuk, ugye a hangszórókon, hogy cicika, mi van, nem vettél bugyit? Úgyhogy ott fetrengtünk a rögéstől a közönséggel, aki érkezett már velük együtt, de Barna visszajött és szerencsésen megnyugtatott minket, hogy de, van rajta bugyi, mondjuk nem tudjuk, hogy ez igaz-e. Barna bekapcsolt mikroporttal a beálláskor kimegy a feleségéhez, és megkérdezi tőle, mintha nem lenne bekapcsolva, hogy van-e rajta bugyi. Majd visszajön, ekkor vesz észre, hogy be van kapcsolva, és még elnézést is kér a közönségtől, hogy van. Barna felesége, cicike, bugyi nélkül jött le Kapolcsra. Vagy nem?